Az Anjou-kor után Magyarország lassan kezdett szembenézni a török pusztításokkal, de a demográfiai adatok mégse alakultak kedvezőtlenül, mert hiszen Mátyás korában 4-4,5 millióra lehetett számítani, tenni a magyarság összlétszámát, még mindig körülbelül 90% a magyarság részaránya, annak ellenére, hogy a betelepítések akkor már elkezdődtek, hiszen az emberveszteség pótlásában szerepet játszottak a kúnok, a jászok, akiket aztán IV. Béla kezdett el betelepíteni a tatárjárás után. Megjelennek a hágókon, a Kárpát-gerincen, a kárpáti erdőségekben a románok. A török északfele nyomulásával párhuzamosan megjelennek a magyar királyság vazallus országaiból a menekülők. Elsősorban gondolok én itt a szerbekre, Szendrő eleste után gyakorlatilag az volt a szerb főváros, tömegesen indulnak Magyarország felé, és akkor, amikor Szapolyai János a letelepedési engedélyüket megadja a temesi bánság területén, akkor elég véres viszonyok között foglalnak területet, többek között fönnmaradt az, hogy Szabadkára úgy kerültek be a szerbek, hogy egyúttal fel is dúlták, Török Bálint birtoka volt. Török Bálint viszont 20 fegyveresen rajtaütött a több ezer szerb martalócon, de nem esett el mind a 18 ember, hanem 2-3-an túlélték. Tehát azt lehet mondani, hogy Mátyás időszakában, annak ellenére, hogy akkor már ugye, ha Nikápolyt vesszük alapul, majdnem 100 éve harcba álltunk a területében 4-szer, lakosságában 3-szor és gazdasági potenciáját tekintve 2-szer nagyobb török birodalommal, mégsem volt kimutatható jelentős emberveszteség Magyarországon, ez majd a későbbi időszakokra vonatkozik elsősorban. Az első vérveszteséget a románokkal, hiszen a 13. században jelennek meg, a lengyelekkel, a ruténekkel, a szerbekkel, a horvátokkal, és az itt élő népekkel pótolta a magyarság, és valóban még egy adat, hogy Mátyás király, amikor meghal, annyi lakója van Magyarországnak, zömmel 80-85%-ban magyar újra, mint a korabeli Angliának. Vessük össze terület, nagyság, történelem, tehát annyi lakosa van, mint a korabeli világbirodalomnak induló Angliának.